A Gyulai ZRT szeptember 27-én a páratlan szépségű Lengyel Anna fürdőn rendezte meg a legutóbbi bőgésben esett Gimbika trófeák szemléjét. Az évszázados vadászati tradíciókat és gazdálkodási formákat az erdészet kollektívája eredményesen viszi tovább, és ez az idei trófeák statisztikáiból is jól látszik. A vadászok a vadnak az ügyvédjei, mi vagyunk azok az emberek, akik a vadért aggódunk és a vaddal dolgozunk. És ennek a munkának az eredménye és gyümölcse az a trófea teríték, amit most itt a hátam mögött lehet látni. Csodálatos agancsokat nézve ne feledkezzünk el köszönetet mondani a Gyulai ZRT vezetőinek, szakszemélyzetének, az évek alatt végzett áltozatos, magas színvonalú szakmai munkájáért, amely lehetővé tették többek között, hogy a mai napon gyönyörködhetünk ezekben a trófeákban. A cég összesen 38 gimbika esett, az átlagtömeg 8,23 kg, 5 aranyérmes, 15 ezüst, 12 bronz, és az érmes arány 82%. Én azt gondolom, hogy ezért kiemelt dicséret jár a szakszemélyzetünknek, ez egy egész éves munkának egy szelete a gímszarvas bőgés, és természetesen az azt megelőző sok évtizedes elődeinktől átvett gyakorlat szerinti gazdálkodás. Ezúton is köszönöm a kollégáknak a munkáját. Nyilván ez egy ünnepnap, és ünnepi helyszín dukál hozzá. Az utóbbi két évben felfedeztük ezt a helyszínt, hogy milyen csodálatos, és azt gondolom, hogy ennél gyönyörűbb és pazarabb időjárási körülmények között trófea szemlét sose kelljen szerveznünk. Nagyon szépen alakult az idei terítékünk. Tényleg azt lehet mondani, hogy egy stabilan, jó, erős gímállománnyal tudunk gazdálkodni. Elsősorban egyébként a hőgyészi erdészetünk területén. Ez egy tényleg a cégünk területei között a krémja gím élőhelynek. Annyira kiugró nagybikák nem voltak, mint a tavalyi évben, de hát azért 30-40-50 évente felbukkanó, nálunk nagyon nagy trófeaméreteknek számító 13 kiló környéki trófeák azért nem minden évben teremnek, de az nagy átlag, a tendencia, az érmes arány, az azt tudom mondani röviden, hogy soha rosszabb ne legyen. Piros, piros szák, fű, csokros majoránna. Idén a Tolnai Zöld út is bemutatkozott. A program keretein belül a látogatók megismerhették a helyi települések termelőit, valamint ízelítőt kaphattak a környék kulturális és természeti értékeiből. Már 2014-ben megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy az itt lévő települések olyan értékeket képviselnek, amit nagyon jó lenne megmutatni az emberek számára. És idén sikerült egy pályázatban forrást szereznünk arra, hogy ezt meg is tudtuk valósítani. Ez a zöld út, ez gyakorlatilag 8 települést ölel föl, és a helyi értékekre, a helyi termékekre, a hagyományőrzésre épít, és hát szerencsére mind a 8 településnél találtunk olyan embereket, akik partnerek ebben, és most már azért lehet látni, hogy egyre több helyi termelő is csatlakozott hozzánk. Lelkes segítőink vannak a településekről, és őstermelőket, kistermelőket fogunk össze, és próbáljuk egymást képviselni, segítve egymás érdekeit érvényesülni. Az egész Tolnai Zöld út az a Gyulai ZRT területén alakult ki, és ők minden támogatást megadtak nekünk mind az erdőterületeken, hogy hogyan tudnánk könnyebben bejárni, illetve a környékbeli területeknek így a felmérésében is nagyon sokat segítettek. A Tolnai Dombság nem csak vaddal büszkélkedhet, hanem rengeteg ökoturisztikai kínálata. És igen, amikor ide jön egy vadász, hozhatja a családját is, mert aktívan eltöltheti itt a térségben a szabad idejét. És így próbáljuk összekötni a kellemest a hasznossal. Én azt gondolom, hogy az emberek tartsák meg magukban a normális, tradicionális értékeket, a családi értékeket, a hazájuk szeretetét, és ezen belül mindenféle egyéb tradicionális eseményt és folyamatot, és így ezen belül a vadászatot, vadgazdálkodást, hogyha ezt el tudja fogadni a nem vadászó társadalom, hogy ez egy normális, teljesen emberléptékű tevékenység, az emberiséggel egyidős, akkor egy kiegyensúlyozott léptékben tudunk továbbiakban is alkotni és dolgozni. Én ezért küzdök, ezért harcolok, és erre kértem a kollégáimat is most, hogy ebbe közösen álljunk bele.